A Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara egy pályázat keretében állított fel kutatócsoportot. Ebben adó- és büntetőjogászok dolgoznak a hatékony adórendszer, mint a jó kormányzás egyik alapfeltétele témában. Ehhez kapcsolódóan konferenciát rendeztek a Pécsi Jogi Karon. Egyrésztről az adórendszer biztosítja a központi költségvetés bevételeinek a döntő többségét, másrésztről a hatékonyabb adórendszer, a költségvetési csalások visszaszorítása az a gazdaság kifehérítését is eredményezheti. Ez a mai összejövetelünknek a célja, hogy ebben, hogyha csak egy pici előre mozdulást tudunk elérni, az már nagy eredmény véleményem szerint. A konferencián a legkiválóbb szakemberek tartottak előadásokat közigazgatás, adóigazgatás, büntetőjog, kriminológia témakörökben. A nyitott előadásokon országszerte sok szakember, bírók, ügyészek, rendőrök, sőt a közelgő vizsgaidőszak ellenére hallgatók is szép számmal vettek részt. A jogász utánpótlás ezen a szakterületen is különösen fontos. Rendkívül fontos az, hogy felkészült szakemberek dolgozzanak, akár a nyomozóhatóság, akár az adóigazgatás területén, és természetesen az ügyészség és a bíróság szervezeti rendszerében is, hogyha olyan fiatalok kerülnek be, akik ezekhez a bonyolult adóigazgatási kérdésekhez is értenek, akkor az egész rendszer működése egy picivel hatékonyabbá válhat. Nekem az az alapelvem, hogyha egy picit lehet valamint segíteni, egy picit lehet jobbá tenni egy rendszert, az már nagy eredmény, nem szabad egyből nagy léptékekben gondolkodni. Az előadásokból az is kiderült, a jövőben az adóelkerülés, adócsalás problémakörére kell majd leginkább fókuszálni. Ezen belül is arra, hogy ezeket az eseteket nem feltétlenül a büntető jogi eszközökkel kell majd megoldani. Konklúzióként azonban az is elmondható, hogy a legjelentősebb elkövetési értékek esetében azonban nem mellőzhető a büntető jogi eszközrendszer alkalmazása.